ugyanitt, ugyanígy, ugyanazzal a témával, ugyanis ebben a videóban a NYX idei adventi kalendáriumát fogom nektek megmutatni. Az előző videóban, a Maybellinesben már mutattam, hogy hogy néz ki. Bőrronda! Na, újra kezdem, ugyanis nagyon elmentem egy negatív vonalba a dizájnt érintve. Legyen elég annyi, hogy szerintem bőrronda. Ennyi. Most jó fej leszek, és nem folytatom, hogy miért gondolom ezt így. Nekem nem jön be. Szóval ez a pink dollár, bling bling, csillogó, gyémánt, hifi, csillámosan kopasz nő. Nem, ez nekem annyira nem. És közben már itt szét is nyílt ez a cucc, amivel le van fedve. Na, ezt le is csomagolom róla. Viszont, ami infót már most látok, ami nagyon-nagyon izgalmas, az az, hogy ez megint egy New Year Countdown, ami azt jelenti, hogy 31 termék van benne. Ögy. Ögy, gyere már le. Na. Szóval 31 termék van, és nem 24, és nem is 25, hanem 31. Következő negatív pont még, mielőtt belenéznék, hogy konkrétan minden rajta van a hátlapján, és oké, hogy a legtöbb adventi naptárnak rajta van a hátulján, de csak írva, itt meg konkrétan már rajta vannak a képek. Nem kell, nem muszáj szerintem rárakni egyből, hogy ja, hogy véletlenül fordítva fogtad meg, ja, hát akkor most már látod is, hogy mi minden van benne. Jó, mindegy, azért nyissuk ki. Megpróbálom gyorsan kinyitogatni, mert 31 doboz van, és nagyon sokáig tart. Mit szóltok ahhoz, hogy most nem sorjában megyek, mert hogy nem 1-től 31-ig, hanem így boxonként. Mondjuk a 24-eset meg a 31-eset meghagyom a végére, hogy az mégiscsak legyen egy kis katarzis, de amúgy össze-vissza megyek. Oké, és akkor most látom, hogy eléggé gagyin van megoldva ez a naptár, mert hogy a hátuljára be van rakva egy papír, amit hogyha üres lenne a kalendárium, le tudnék szedni, és ez a papír, ez a háttér, úgymond, a dobozok mögött jóval kisebb, mint maga a keret, szóval átlátszik alatta a tök normál fehér kartonpapír. Szerintem ez egy ilyen drágább márkánál, ez kicsit gáz. Hogy azért legalább arra figyeljünk, hogy akkora legyen a háttér, mint a doboz. Mindegy, nem akarom ilyen negatívan kezdeni. Nézzük, mi van a 6. napon. Bear with me, hemp blotting paper. 50 darab ilyen kis mattító, azt hiszem ez mattító, gondolom. Blotting, ja, mattító. Kis lapocskák vannak benne. De úgyhogy legalább tök jól be van csomagolva, vagy véletlenül se legyen baja. Aztán a 23. napon egy soft matte metallic lip cream van benne, méghozzá a Monte Carlo szín, egy ilyen erősebb, sötétebb, pirosas bordó. Aztán az első nap. Fú, de agyon van csomagolva minden. Az első nap pedig soft matte metallic a Kenz. Színben ez egy ilyen barnásabb, nudos árnyalat. Amúgy, mivel az előbb megláttam a hátulját, ezért már most meg tudom mondani, hogy szinte csak szájtermékek
vannak benne. 20. nap. A 20. nap egy kis méretű Worth the Hype szempilla spirál van. Én most nem fogom ezeket visszacsomagolgatni. 14. nap, ez egy ilyen vékony, hosszúkás doboz. Ebben pedig valamilyen ceruza van. Méghozzá a Retractable Eyeliner, oké, ez egy lila színű metallic, vagy hát azt írja, hogy mechanical, akármit is jelentsen. Ja, hogy ilyen tekerős, gondolom, hogy tekergetni lehet, és akkor kijön egy ilyen sötétebb lila színű szemceruza. Aztán a 9. nap. A 9. nap szintén, ja nem, ez egy side ceruza, méghozzá a citrin színben, ez egy ilyen nagyon szép ilyen bordós, bronzos árnyalat. A következő a 4. nap, ez is egy nagyobb doboz. Aha. Jól néz ki. Ebben egy kisméretű szempillaspirál van, de ez szerintem tök új. Legalábbis én még nem láttam. És ez elvileg nagyon szép, hosszú pillákat ígér. 95% volume és 94% lifting. Érdekesen hangzik, és szerintem ez tényleg egy új termék tőlük. Ez mondjuk király. Ilyen tavaly legalábbis nem volt benne. A következő a 12-es. Talán ez is egy szempilla spirál. Nem, ez egy Slip Tease. Na, mondjátok már. Szájfény, vagy hát folyékony rúzs. A Decadent árnyalatban, ez egy ilyen barnás, nudos szín. A 15. nap. Szintén egy szájfény lesz. Tudom, hogy ezek nem szájfény, jó, mondjuk ez pont egy szájfény. Az összesre, ami folyékony, én azt fogom mondani, hogy szájfény. Ez a Filler Instinct Plumping Lip Polish, ez pedig ilyen ajak dúsító és a Cheap Fizz árnyalatban van. Ez egy ilyen bronzos, rozé szín. A 29. napon pedig Chic Appeal, ez nagyon-nagyon hasonlít az előző előtti Decadent színhez, ez is egy eléggé nudos árnyalat, ez mondjuk nem annyira barnás, inkább kicsit egy ilyen lilásabb árnyalatba megy át. A 16-os Wow! Candy Slick Glowy Lip Color, ez pedig a Jelly Bean Dream, egy elég durva pink árnyalat. Most nem látom azt, amit csinálok, szóval nagyon remélem, hogy mikor megmutogatom a dolgokat, akkor látjátok is, mit mutogatok meg, és nem tök rossz irányba tartom. Na, nézzük a 8. napot. Közben néznem kell az időt is. Soft Metallic Lip Cream Matte, a Madrid árnyalat, ez egy sötét bordós, barnás szájfény, vagy hát folyékony rúzs. A 22. napon egy ilyen nagyobb szájfény van benne. Ez is egy ilyen nudos Slip Tease, ez pedig az Urban Oasis. A 11-esben pedig
hogy eléggé extrém lila szín, szintén matt metalik, a Seoul árnyalat. Ez nekem nagyon extrém, ilyen lilás ciklámen szín. Aztán a 31-eset kihagyom, de a második napot megmutatom. Ez is egy Candy Slick, ez inkább egy ilyen sötét barna szín, a Single Serving. Az ötödik nap. Soft Matte Metallic Milan. Ez egy eléggé kedvelt színárnyalat szerintem a NYX-nél, legalábbis ezt nagyon sokszor látom ilyen beauty boxokban, vagy adventi kalendáriumban is mindig benne van. A következő egy olyan sötét barnás bordó árnyalat, hogy már majdnem fekete. Bocsánat, a Last Frontier Sleep Tease árnyalatú szájfény. Épp itt mászkál haldokolva a függönyön az a valégy, aki miatt egy órán keresztül szenvedtem a hálóban tegnap este. Dögölnél meg. Wow, ez egy eléggé menő szín, szintén egy Candy Slick szájfény, méghozzá a Sweet Stash, ilyen narancssárgás árnyalatban, barom jól néz ki szerintem. Nekem tetszenek ezek a narancssárgás rúzsok. Szintén egy nagyon sötét barnás árnyalat, matt metallic. A Budapest árnyalat. Hát, ez szerintem nem egy budapestes árnyalat, de oké. A következő barna rúzs, eléggé sok benne a sötét barna, és szerintem nagyon kevés ember használ olyat. Ez pedig a Maison Lingerie. Szín. A következő a hármas. Ez egy nagyon szép ilyen, hát barnás, pinkes, lila, nem is tudom milyen színnek nevezik ezt, talán májvás. Tényleg nagyon szép színe van. Sleep Tease szájfény ez is, és Strawberry Whip. A 24-eset kihagyom. Hogy ez 21, de mellett van a 24, nem baj. Akkor kezdjük először a 21-essel. Ebben pedig egy powder puff van. Ez egy ilyen puder állagú szivacsos rúzs, méghozzá egy eléggé extrém sötét lila árnyalatban, a Senior Class színben. A következő a 18-as. Következő sötét barna szín, ez pedig a Dubai. Én sokkal inkább örülni, nem tudom, hogy ti hogy vagytok talán, vagy hogy ki milyen színű rúzs szokott használni. Én sokkal jobban örülnék egy ilyen mindennap fordható, ilyen rózsaszínes, kicsit pirosas színnek. A következő. Nekem ezek annyira egyformának tűnnek, ez pedig a Rome. Körülbelül ugyanaz, mint az előző, vagy mint bármelyik sötét barna szín, amit eddig mutattam. Nem túl változatos szerintem. Szóval ilyen sötét lilából, meg sötét barnából már egy csomó van. Illetve itt a következő narancssárga szín, ha bár ez inkább egy ilyen rozsdás szín, Teacher's Pet. Ez a szín már nagyon-nagyon tetszik, ez is egy ilyen porállagú szivacsos rúzs. Ez a szín szép, ennek végre örülök. Ennyi. Szép szín. A következő a 7-es. Egy Sleep Tease.
És ez is narancssárga. Na, Szeni, eddig pofáztál, hogy ne legyen barna, most már itt van a harmadik narancssárga is, hogy fogd be a szádat. Ez pedig a Modern Soul. Ez is nagyon-nagyon szép szín, viszont most már, meg az a bajom, hogy ez most már a harmadik narancssárgás árnyalat, és ráadásul ez még inkább egy ilyen barnába átmenő narancssárga, amivel már megint ott tartunk, mint amit az előbb mondtam. Na, még van vissza három doboz, léci, most legyen benne három rózsaszín, vagy valami piros. Léci. Oh! Majdnem, azt hittem, de nem, mert ez is inkább... Hát jó, fogjuk rá, hogy piros, de ez is inkább egy ilyen terrakottás, ilyen narancssárgás piros. Joe Breaker a neve. Ez fogjuk rá, hogy már majdnem piros. Na, de most egy rózsaszínt kérek. Legyél rózsaszín, Benyó? Nem, mert megint barna. A Lingerie Kashmir Silk árnyalat. Na, akkor az utolsó, a 24-esen és a 31-esen kívül. És még egy barna! Slip Tease, Let's Get Physical. Azért megmutatom, körülbelül ugyanolyan barna, mint eddig bármelyik barna. Pucs. Na, akkor maradt a 24-es meg a 31-es. A 31-es a leges, legkisebb doboz, amit benne van, szóval azzal kezdem. Tippelek, hogy egy pigment lesz benne, vagy egy ilyen kis tégely. Ez egy pigment lesz. Méghozzá a Glitter Brilliance-nak a... A milyen színe? A Gli 08. Azt hittem, hogy ennek is valami normál neve lesz. Ez pedig így néz ki, egy ilyen bronzos... Ja, de ez ilyen szép bronz szín. A 24-esben pedig toppergést kérek. Szenteste napján. Ó, egy ajak olaj. Most hirtelen megjettem, hogy egy kék színű rúst raknak be 24-ére, de nem. Ez a hashtag This is Everything kollekcióból egy száj olaj, ami oké, hogy kék színű, de gondolom, hogyha felviszed a szádra, akkor már nem az. A Sheer Sky Blue színárnyalat. És megvolnánk, kivégeztük a NYX adventi kalendáriumot is. És most látom, hogy jól összekarcoltam. Na hát, ennyi lett volna. Szerintem egyértelmű, hogy ez sajnos ugyanúgy, mint a Maybelline, nem volt annyira jó, mint tavaly, és akaratlanul is a tavalyihoz hasonlítom, mert hát mi máshoz hasonlítsam. NYX idén, NYX tavaly. A tavalyi is bőrronda volt, de az még egy fokkal jobb volt, mint idén. Legalábbis én ezt nem szívesen raknám be a szépen dekorált, ilyen barnás, bordós, pasztel színű nappalimba. De még a hálószobába, vagy a fürdőbe, vagy a gardróbomba se szívesen raknám, de hogyha választani kell, akkor már inkább a gardróbban legyen. Ennyi a dizájnhoz. Igazából, mi az Isten? Maga az adventi kalendárium 50 euróba került talán, mindjárt megmondom. Ja, maga az adventi kalendárium 50 euróba került talán, mindjárt megmondom. Maga az adventi kalendárium, gyors megnéztem, 60 euróba került idén, tavaly pedig 50 vagy 55 volt, szóval drágább, mint tavaly. Ami igazából érthető, mármint, hogy én alapból arra számítottam, hogy minden kalendárium drágább lesz, mint tavaly volt. Az értéke egyértelműen több, mint 60 euró, ez egyértelmű, mert maga egy
ilyen szájfény, azt hiszem 10 euró körül van a NYX-nél, szóval egyértelmű, hogy meghaladja a 100-200 eurót is. Szóval több mint duplája az értéke ennek az adventi kalendáriumnak, legalábbis annak, amik benne vannak. Nekem ez túl egy hangú, szóval a tavalyi nekem sokkal jobban tetszett, abban is egyértelműen sok volt a rúzs, illetve egy-kettő ugyan olyan termék van benne, de nem is lehet azt megcsinálni, hogy 31 terméket beleraknak, és olyan, ami nem ismétlődik, ez tényleg lehetetlen, viszont nekem annyira ez most nem volt változatos, a termékek nem voltak olyan változatosak, mint tavaly. Én szívesen láttam volna mondjuk egy szemhéjpúder palettát, ugyanúgy, mint a Maybellinnél, ott is ez volt a bajom, hogy oké, rúzs, egy-két valami más, és amúgy nincsen szemhéjpúder paletta. Én inkább tettem volna bele amúgy több ilyen normális színű rúzst, szóval van benne 15 barna, meg 3 lila, meg 3 narancssárga, és ez a köszi szépen, és akkor most valami normális szint is létszi. Annyira nem vagyok sajnos megelégedve vele. Az előző videóban is elmondtam, de azért itt is megjegyzem, hogy mielőtt még nagyon hálátlannak, vagy elégedetlennek tűnnék ezeket a videókat, én azért csinálom. Nem tudom, hányszor fogom még elmondani, de inkább elmondom minden videóban, hogy véletlenül se kapjam meg. Azért csinálom ezeket a videókat, hogy ti is lássátok, hogy mik vannak ebbe benne, hasonlítva más kalendáriumokhoz, vagy a tavalyiakhoz, ez most jó, vagy rossz, vagy jobb a termék összeválogatás, vagy nem, termék összeválogatás, mindegy, értitek. Azért vagyok ilyen kemény, vagy ilyen kritikus ezekkel szemben, mert én tényleg azt akarom, hogy ti az igazat lássátok, az igazat halljátok tőlem, és lehet, hogy valaki csak barna rúst használ, és az most azt mondja, hogy hát én hóthülye vagyok, de én például soha nem használok barna rúst, és nem ismerek úgy nagyon nőt így a családban, vagy a baráti körömben, akikkel úgy valaha is látok barna rúst. Ebből ítélem, hogy ítélek, vagy következtetek arra, hogy nem sok ember használ csak barna rúst, csak ismételgetem magam, szóval abba is hagyom. Én ezt annyira nem tudom ajánlani. Ha valaki csak NYX termékeket használ, és szereti váltogatni a rúzs színeit, és szereti az extrém színeket, és a hétköznapokon is azt hordja, ajánlom, vedd meg, 60 euróért abszolút megéri, viszont számomra nem ér meg most jelenleg 60 eurót egy nagyon egyhangú, és ráadásul ilyen dizájnnal rendelkező adventi kalendárium. Én tavaly a NYX-eset választottam magamnak, a páromtól azt kaptam így ajándékba, idén biztos, hogy nem a NYX mellett fogom letenni a voksomat. De most már ezt is tudom, és ti se tudnátok, hogyha nem mutatnám meg nektek. Szóval ennyi lett volna, hogyha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, és ha kíváncsi vagy a többi adventi kalendáriumra is idén, akkor pedig iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le azokról. Én Szeni voltam, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!